Bizonyára már sokan találkoztak a köztereken a Public Art pályázat nyertes alkotásaival. Idén az önkormányzat pályázatára összesen 35 mű érkezett, melyeket egy szakmai zsűri értékelt. Május 31-éig láthatóak a nyertes alkotások a József Attila lakótelepen, a Ferenc téren, a Kerekerdő parkban vagy éppen a Markusovszky téren. A helyszíneket az önkormányzattal egyeztetve a szakmai zsűri jelölte ki. A József Attila lakótelepen nem kötelező olvasmány címmel a Független Képzőművészeti Tanszék egyetemistáival közösen készült el a pályázat, melynek célja, hogy a lakótelepen lakókkal közösen adják át a különleges vagy akár hétköznapi tudást másoknak. Hónapok óta dolgozunk azon, hogy itt kapcsolatokat építsünk, itt a közvetlen környezetben is, tehát a mögöttünk álló házban például, innen is hárman jönnek előadni egészen különböző témákba. Arra törekedtünk, hogy nagyon különbözőek legyenek ezek a dolgok, tehát lesz személyes helytörténet, Rubik kocka kirakás, baba altatás például, de előadást tart Ludasi Mária filozófus is, aki itt él a lakótelepen, illetve Sugár János például, akinek egy táblája lesz elhelyezve szintén a lakótelepen a Public Art Ferencváros keretében. Tehát nagyon különböző aktivitásokat hívtunk be. Ez az egyik olyan projektünk, ahol talán így a valóság, az élet és a művészet így egészen közel tud egymáshoz kerülni, mert hogy végülis ezek a hétköznapi vagy különleges tudások egy művészeti projekt keretében valósulnak meg. Az önkormányzat által kiírt pályázaton a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vártak, melyek a kortárs művészet eszközeinek segítségével valósulnak meg. Törekedve a párbeszéd ösztönzésére, véleményformálásra és együttgondolkodásra. Április 25-éig volt látható a Markusovszky téren, a volt Kultiplex területén a pókdaruról lecsüngő hatalmas szárazvirág kompozíció 11 méter magasan. A Kórú felhő című meglepetés erejével ható installációt Gvizdala Dárius alkotta. Kiinduló pontként talán annyit mondanék róla, hogy itt talán a nagy organikus tömeg, illetve egy ipari gép két világának a találkozásából szerintem azok a feszültségek, meg azok az ilyen különbségek, ami szerintem a mai kort is jellemzi, hogy mi az, ami mondjuk az építéshez, a természetességhez, ezekben a gondolatkörökben érdemes szerintem keresgélni, meg nyilván ez az egész élethelyzet, hogy ekkora léptékben szárazvirág, illetve hogy egy ilyen gép úgymond kivonódik mondjuk a saját funkciójából, tehát hatástalanná van téve mondjuk egy ilyen elég robosztus és csak a funkcióra kitalált masina. És nagyjából ezekben a kontraszt hatásokba kell, és nyilván a szárazvirág szerintem mindenkinek eléggé asszociatív és elég az érzelmek felé tereli a nézőt, és igazából, hogy az elhelyzette barátkozni, hogy most ez hogyan néz ki, de hogy egy konkrét mondatban összefoglalható üzenete, az nincsen. A Ferenc téren a MoMA Media Design szakos hallgatói által készített Szférikus Történetek című installációt láthatták az arra járók. Az alkotók a részvételi alkotás módszereivel szólították meg a Ferenc tér közösségét, és térképezték fel a régi és az új szokásaikat, melyek a térhez és környékéhez fűződtek. Ehhez interjúkat készítettek a tér körüli épületek lakóival, melyeket egy QR kód segítségével lehetett megtekinteni, meghallgatni. Később pedig egy VR kertmozi keretében speciális szemüvegekkel is meg lehetett tekinteni a történeteket, hogy még teljesebb élményben legyen részük az érdeklődőknek. Igazodva a Media Design programhoz egy kurzust találtunk ki, tehát egy kurzus keretében megvalósítható projektet, ami ebben az esetben szférikus történeteket jelent, és lényegében ez azt jelenti, hogy hallgatóink interjúkat készítettek az itt élő emberekkel, és utána ezeket feldolgozva 360 fokos animációkat hoztak létre. Ezek a 360 fokos animációkat úgy kell elképzelni, hogyha az ember ezeket a QR kódokat, amiket itt mögöttem láttok,
betölti a telefonjába, akkor elvezeti őket egy videóhoz, amit a telefonnal effektíve körbe forogva egy 360 fokos térben lehet végignézni, és a dramaturgiájuk is úgy van kitalálva a videóknak, hogy érdemes forogni vele, mert mindig újabb részletek jelennek meg, amik ugye esetleg a hátad mögött vannak, hogyha nem pásztázol elég gyorsan. Az egésznek pedig az volt így kicsit a mozgatórugója, hogy valami olyat hozzunk létre, ami bár public art és bár valamilyen módon jelen van a Ferenc téren, de mégis egy virtuális dolog, tehát igazából van is, meg nincs is, mint az okoslánya Mátyás király mesében. És ennek az lett volna a szimbolikus értelme, vagy a metaforikus értelme, hogy ezek a pici történetek, ezek itt lebegnek a térben, egy ilyen belvárosi tér fölött, rengeteg ember jár itt, rengeteg ember lakik itt. És hogy ezek a történetek mind ilyen kis 360 fokos gömbök itt járnak a térben, de igazából csak akkor látja az ember őket, hogyha elég technológiailag felkészült ahhoz, hogy be tudjon lépni egy ilyen bonyolult platformra, mint a Vimeo. Maradva a Ferenc téren, még másik két installáció is helyet kapott. A Bárányok című alkotásnál pedig akár hűsölhetnek is az arra járók május 31-éig. A bárányok, mint áldozati eszköznek a kihangsúlyozása, a pára, és mint élvezeti forrás, ennek a kettőnek az összekapcsolásából hozok létre egy művet. Itt a szoborcsoport, ez egy három darab bárányból áll, aminek a felszínére ki vannak vezetve a párakapu eszközei, a párakapu csövei, és ez a három bárány, ez egy ilyen párabuborékban éli a mindennapjait. A Ferenc tér másik oldalán pedig a Vendégmunkások című projektet láthatják az arra járók. Az építőipari beruházások nyomán a nagyvárosokban megjelenő vendégmunkások hangsúlyos, de mégis láthatatlan jelenlétét idézi meg. Azt is megígérte, hogy bevisz minket a diszkóba, aztán ott szobrozhattunk 3 órán keresztül, amíg bent volt a csajával. Minket meg úgy elfelejtett, mint a soha se léteztünk volna. A kiinduló pontom az az volt, hogy én is a kerületben lakom, és ugye gombamódra nőnek ki az épületek a földből, és hogy hát ezeket főképp vendégmunkások építik. Nagyon sok ukrán dolgozik itt, nagyon sokan dolgoznak Borsodból, különböző ilyen brigádok, akik kell én nap, mint nap összefutok a közértbe, ott az ilyen közös terekbe, és hát látható, hogy ők így nem nagyon tudják, hogy tulajdonképpen hol vannak, tehát ők teljesen ilyen láthatatlanként vannak itt, és engem ez érdekelt ebbe a dologba, hogy mondjuk ezen a munkán keresztül mondjuk megjelennek, az ő párbeszédük is megjelenik egy ilyen kicsit láthatóbb formában. Van benne interjú, amit úgy készítettem, tehát interjú alapú egyrészt, van benne irodalmi idézet is, mert a Tar Sándornak volt egy novellás kötete szintén így a vendégmunkásokra, abból kisebb átalakított részeket elloptam, meg fikció, tehát egy kicsit tovább írtam, párbeszédet félig elcsíptem, és akkor befejeztem tulajdonképpen, tehát hogy így, ebből a három típusból áll össze a párbeszéd. Egy másik helyszín a Markusovszky tér, ahol a Képző és Iparművészeti Szakgimnázium 12. osztályos keramikus tanulói által készített kerámia ülőkövek az élővilágot pusztító emberi tevékenységre hívják fel a figyelmet. Volt egy közös koncepciónk, hogy kihalt állatoknak állítsunk emléket. Ez egy memento mori. A gyerekek önállóan választották ki azt az állatot, amelyik számukra szimpatikus volt, utána jártak az életüknek, miért pusztultak ki, és ugye azt láttuk, azt fedeztük föl, hogy az emberi tevékenységek miatt, orvadászat, környezetszennyezés, klímaváltozás, tehát ezek okozták ezeknek az állatoknak a kipusztulását. Itt látható a nagy korallzátony, ami folyamatos pusztulásnak van kitéve, ugye Ausztrália tengerparti vidékein, óceáni vidékein találhatóak ezek a korallzátonyok. Látható itt folyami delfin, tengeri tehén, vannak olyan állatok, amik az 1700-as években is már kipusztultak, de a 2006-os évben is, tehát hogy ezek folyamatosak.
ahogy mi is kutató munkát végeztünk, azt fedeztük föl, meg azt olvastuk, hogy az utóbbi 50 évben a Földön lévő állatfajoknak a fele kipusztult már, tehát hogy ez egy elég szomorú tény, és úgy gondoltuk, hogy az utca emberének a figyelmét fel kell erre a tényre hívni, hogy figyeljünk oda, tényleg mindenki, amit tud, tegye meg a környezetvédelemért. A Kerekerdő Park egy vadvirágos réthez hasonlít, ugyanis itt ezen a helyszínen kapott helyet a Szóvirágok című installáció. Az volt az elképzelés, hogy mintha kivirágzott volna ez a kis mező itt, tehát hogy egy kicsit ilyen organikus hatása legyen ennek az installációnak, akár messziről nézve tényleg virágoknak, vagy valamilyen növénynek nézzék az emberek, és ahogy közel mennek, vagy bemennek közé, akkor kiderül, hogy ezek tulajdonképpen betűk, amiket össze lehet olvasni szavakká. A művész azt is elárulta, hogy a betűkből érzelmeket kifejező szavakat lehet összerakni. Az installációhoz egy játék is társul. Ha sikerül kitalálni a szavakat, akkor nyereményért cserébe el lehet küldeni a Szóvirágok Kerekerdő Park Facebook csoportba. És amúgy ez egy ilyen fejlesztő játék. Nem ez volt a célom vele, de tehát engem egy művészi szempontból érdekelt, hogy mennyire lehet a betűket plasztikaként kezelni. Mert ugye én szobrász vagyok, tehát elsősorban a térrel való foglalkozás, meg a formákkal való foglalkozás irányából közelítettem ezt meg, de ez egy, nagyon örülök neki, hogy a közönség talál egy ilyen csatornát, ahol végül is egy részese tud lenni ennek. Az installációt május 31-ig tudják megtekinteni a Kerekerdő Parkban.